szeretettel köszöntök mindenkit februári online klubnapunkon, aminek keretében most ellátogattuk a Csili Művelődési Központba Paraksport napi rendezvényre, ahol Mészárosság tart szemléletformáló előadást a vakvezető kutyáról. Következő produkció a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének munkatársának vakvezető kutyás bemutatója következik. Már látom is ott, már tudja, hogy róla van szó. A vakvezető kutyákat tisztelet és kíváncsiság övezi. Sokak számára rejtély, hogy ember és kutya hogyan képes hatékonyan kommunikálni, dolgozni, megbízni egymásban. A látássérült ember számára a kutya nem segédeszköz, sokkal több annál. Ez a kutya és ember közötti mindenek feletti bizalmon alapuló kapcsolatot szeretné bemutatni Mészáros Ágnes, a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének alelnöke és kutyája Ion. Fogadjátok szeretettel a bemutatót! Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a felfogtot, és hogy itt lehetek, nagy örömmel jövök minden egyes ilyen alkalomra, mert fontosnak tartom, hogy tudjatok arról, hogy látássérültként is tudunk teljes életet élni, bizonyos segédeszközökre van szükségünk, adott esetben ugye a közlekedésben a fehér bot vagy a kutya az, aki tud nekünk segíteni. Én születésem óta látássérült vagyok, a jobb szememre nem látok semmit, a ballal már csak nagyon keveset, és 5 évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy szeretnék kutyát, 5 éve az Ion a társam, én nem akartam fehér botot használni, ezért döntöttem a kutya mellett. Azt tudnotok kell, hogy elég kevés kutya van, közel 200 van az országban, és nagyon hosszú a várólista, hogy kutyához juthassunk. Én 3,5 évet vártam rá. Közel 2 évesen kapjuk a kutyát. Ő kajáért dolgozik, mindig itt van nálam a jutizsák. Arra tanították, hogy akadálymentesen eljussunk, balesetmentesen eljussunk A-ból B-be. Hogy mibe segít nekem a kutya, kikerüli ezeket a megállító táblákat, kirakott kukákat, elhagyott rollereket, lépcsőhöz visz engem, lifthez visz, megkeres nekem ajtót, széket, üres helyet keres nekem adott esetben egy teremben. Az új kutyák, Ion még nem veszi fel a kulcsomót, a lejtett tárgyakat, de az új kutyák már ezeket is meg tudják csinálni. Ami nagyon fontos, hogy a vakvezető kutya ebbe a hámba dolgozik, ugye van neki egy hámfogója, és a pórázt és a hámfogót együtt fogom, és engedem egy enyhén húzó mozdulattal a kutya mellett én őt követem, és figyelek rá. Ami fontos, hogy hámban dolgozik a kutya, és ilyenkor nem simogatjuk, nem etetjük, mert ha elvonja valami a figyelmét, akkor könnyen balesetet szenvedhetek, illetve az a látássérült, aki kutyával közlekedik. Ők nagyon fegyelmezettek, ha én őt itt hagyom, és azt mondom neki, hogy marad, okos vagy, akkor neki helyben kell maradnia, és addig türelmesen kell maradnia, amíg azt nem mondom, hogy gyere, és akkor már ezért kap is egy juti falatot. Mert megcsináltam, hogy
Helyet keres. És már mutatta is, hogy itt a hely. Hámmal nem végzi a dolgát a kutya. Ő tudja, hogy ha leveszem róla a hám, akkor pisilhet, és akkor kakil. Szerintetek nekünk fel kell szedni a kutya kakit? De hogyha nem látom? Erre az a szabály a vakvezető kutyásoknál, hogy nem kötelező, hiszen tényleg nem látom, de törekednünk kell rá. Ez azt jelenti, hogy én mindig nagyon picit látok, tehát nálam mindig van kakizacsi, és felszedem, de a futin akár megkérek valakit, hogy nézd már meg, hogy elvégezte a dolgát, és segíts, mondd meg, hogy hol van, vagy adott esetben mást kérünk meg, hogy szedje föl. Úgyhogy, és szerintetek miért nem etethetitek? Picit hangosabban, de nincs rossz válasz, miért nem lehet etetni? Mert ugye allergiás lehet, amit ti nem tudtok adott esetben. A másik az, hogy hányhat tőle, mert ők tápon vannak, én tápon tartom a kutyát, tehát minden más élelmiszer neki hasmenést okozhat, illetve hányhat. És hát ez végtelenül kellemetlen lenne, ha a buszon vagy a villamoson ilyen dolog történne, meg nehogy Isten, orvoshoz kell vinnem, és x napig nem tudok dolgozni, menni. Tehát tényleg nem szabad etetni. Szerintetek hova nem mehetek be vele? Boltba nem mehetek, igen. Porcelán boltba bemehetek? Henteshez? Óvodába? Játszótérre? Piacra? Hát akkor minek nekem a kutya, hova megyek? Piacra! Vérvételre, orvoshoz? Na, az a jó hírem van, hogy mindenhova bemehetek a kutyával, ahova ti bemehettek. Mondjuk, ha ti nem mehettek be egy építkezésre, oda én sem megyek vele, semmi keresni valók nincsen. A szülészetre nem mehetek be vele, az új kisbabák miatt, a csecsemők miatt, illetve az intenzív osztályra. Ez a kettő dolog van, ahova nem mehetek. Mindenhova mehetek, végségbe, óvodába, növényba, bárhova buszra. És nem kell rá szájkosát. Ez még mindig okoz gondot egyébként, mert néha a buszsofőrök azt mondják, hogy szája kell vele, mert nincs rajta szájkosát. Úgyhogy ez egy küldetés, hogy nap mint nap mindenkivel beszélgetünk arról, hogy mit szabad és mit nem. Van kérdésetek esetleg? Ion 7 éves már, ivartalanítottak a vakvezető kutyát, akár fiú, akár lány, így van, köszönöm. Ingyen kapjuk a vakvezető kutyát, nem kell érte fizetnünk, csak ugye ki kell várnunk az igényelt igényhez képest a sok évet. A táplálását, a féreghajtást, azt, hogy orvoshoz viszem, azt mind én állom, azt vállalom akkor, amikor akarok kutyát. De az alapítvány, látjátok, hogy Baráthegyi Suri képezte az Iont, ha nagyobb műtéte lenne, ha mondjuk valami 100 000 forintba kerülne, akkor azt kifizetni az alapítvány. Úgyhogy ez is nagy segítség, hogyha olyan gazdi van, aki nem tudja a kutyáját orvossal ellátni, akkor az alapítvány ezt kifizeti. Azt, hogy meddig dolgozhat a kutya, ez nagyon kutyafüggő. Ionnak még nem fájnak az ízületei, tényleg alig őszül, és lehet, hogy 9 vagy 12 éves koráig fog tudni dolgozni.
nem tudom, ezt majd meglátjuk, és akkor lenyugdíjazzák a kutyát, az azt jelenti, hogy nálam maradhat élete végéig, nyilván akkor már ő nem vezet, sajnos nekik is ugyanolyan betegségeik lehetnek, mint az embereknek, akár rákosak lehetnek, akár szürkehájuk lehet, akár megsiketülhet az ízületeik. Szóval, hogy ahogy idősödik, ezek a dolgok fordulnak elő, és akkor az is lehet, hogy valaki örökbe fogadja. Például nekem a lakásomban 60 vagy 70 lépcsőn kell fölmennem, és nincs lift. Tehát, hogyha ő nem fog tudni feljönni a lépcsőn, akkor örökbefogadó gazdihoz kerül. Nagyon sokan jelentkeztek már érte, hogyha netán ilyenre kerül a sor. Mert ugye egy idős kutyával már nem rá, nem kis iroda, nincs sok dolog. Viszont hát nyilván megszakad a szívem, szóval, hogy nagyon-nagyon összhangban vagyunk. Egy nap több órát van velem, mint a gyerekem, 24 órával velem van, mindenhova jön, a munkahelyemen is van egy párnája, ott alszik. Szóljatok, hogy mennyi időm van, mert nem tudom. Én azt kérdezném, hogy van egy korosztályhoz kötve, fiatalság, a gazda, hány éves kortól? 18 éves kor után lehet kutya, hiszen ilyenkor az nem játszik, hogy a gyereknek az anyja elteti meg a kutyát, meg a gyereknek az anyja viszi le a kutyát. A gyerekemmel sem megy el az ilyen sétálni, megy egy 20 métert, és megáll, hogy hol vagyok. Úgyhogy az, amikor felelősség teljesen tud gondoskodni önállóan az ember, akkor kaphat kutyát. Egyébként szerintem szigorú, mint az örökbefogadás egy gyereknél. Eljönnek, megnézik a házadat, megkérdeznek, hogy milyen betegségeik vannak. Ez igényelet kórházi kezelés. Nyilván, ha 5 napra bekerülnek a kórházba, akkor nem lehet velem 5 napig ott. Akkor azt meg kell oldani. De megnézik, hogy milyen tempóba jársz. Én nagyon gyorsan megyek. Nekem egy gyors kutya kellett. Úgyhogy abszolút sok, 4-5 kutyát néztem meg, mire az Ion mellett döntött a kiképző, mert végülis ő mondja azt, hogy akkor ti egymásnak vagytok teremtve. És le kell vizsgáznom, 3 tételből húzunk, útvonalak vannak ezen a tétel, ezek a tételek útvonalak, amit kell tartalmaznia aluljárót, lépcsőt, helybenmaradást, engedelmességet, ül áll, fekszik. És mondom, egy 45 perces útvonalat kell bejárnom, és azután kapok egy kártyát, hogy ő most már az enyém, meg hogy együtt dolgozunk, és szóval vizsgázni kell. És a kiképző az ugye lát, ő tanítja meg a kutyát, de abszolút vakosan tanítja, fehér bottal a kezébe, meg nem tanítják szemkontaktusra őket, mert a vakember ugye nem tud a szemébe nézni a kutyának. És a Marcsi, szóval a kiképző is levizsgázik vele, amikor ő úgy gondolja, hogy készen áll a kutya, és utána keresnek a gazdát, és akkor mi is vizsgázunk. Tehát hosszú procedúra ez, mire kutyához jutunk. Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. Nagyon köszönjük a bemutatót, illetve Ionnak is, hogy itt van, és amíg ő itt körbe sétál egyet, addig elmondom, hogy mi következik